Leméri, hogy megfelelő nagyságú lett-e a munkadarab Károly László a Fasztron Tolnai gyárában. A 18 éves fiú fél éve dolgozik itt, mint CNC gépkezelő. Azt mondja, a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre szakképző iskolájában tanult korábban, a munkavállalás pedig igen könnyen ment számára. Jelenleg is képzésre jár esténként, hogy a munkához szükséges kompetenciáit tovább bővítse. A munkavállalás az elég könnyen ment, ahol voltam gyakorlati helyen itt. Ugye 2 évet voltam gyakorlaton, és a gyakorlat végén felajánlották, hogy akkor jöhetnék ide dolgozni. Károly László esete nem egyedi, hatalmas a kereslet a jó szakemberek iránt a munkaerőpiacon. A kormány célja a szakképzési rendszer átalakításával éppen az, hogy még többen jussanak piacképes tudáshoz, mondta Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmai elnökhelyettese egy szekszárdi konferencián. Azt szeretnénk elérni a szakképzési rendszer átalakításával, hogy valóban olyan szakemberek kerüljenek ki, minél többen, minél inkább találják meg a helyüket, és hogy valóban vonzó legyen mind a diákok számára, mind pedig azoknak a szülőknek, akik szeretnék a tanulókat jó helyen tudni. Október végén az Innovációs és Technológiai Minisztérium benyújtotta az országgyűlésnek a szakképzési törvény tervezetét. Ha ezt megszavazzák, 2020. szeptemberétől a szakképzés átalakul. Az egyik fő változás, hogy a tanulható szakmák száma jelentősen csökken. A szakgimnáziumok új neve technikum, a szakközépiskoláké pedig szakképző iskola. Mindkét iskola típusban a képzés ágazati alapoktatással indul. A technikumokban a képzés 5 éves lesz, amelynek a végén a diákok érettségit és technikusi szintű szakképesítést kapnak majd. A szakképző iskolákban az oktatás 3 évig tart majd. Ezt követően, aki szeretne, további 2 év tanulással érettségit is szerezhet. További változás, hogy minden diák kapna ösztöndíjat a képzés ideje alatt. A szakképzési törvény tervezetéről hamarosan dönt a parlament.